nagyon sok nehéz lövés kapott, és hiába voltak nagy bravúrjai, talán mondhatjuk azt, hogy Hetényi kellett ahhoz, hogy a végén a stabilitás meglegyen hátul, és végül a kettő gólos hátrányt, ugye 6-4 is volt már a Dabnak, sikerült ledolgozni, és meg lett végül a hosszabbítást érő 6. találat, majd az extrában a 7. is. Hári Norberttel, a tavaly még szintén Debrecenben játszó csatártársával indultak meg, aztán egy újabb bomba, és Sági ezúttal sem kegyelmez, megvan nagyon gyorsan a dunaújvárosiak vezető találata másfél perc elteltével. Sági Martin ott folytatja, ahol abba hagyta az elmúlt héten itt Debrecenben. Egy DVTK, egy újpesti, valamint a debreceni Mózer találata volt a szakértők szerint a három legszebb az előző körben. Remek játék, Mózer megint csak megcsinálja, ugyanazt megcsinálja! Hasonló gólt szerzett egy héttel ezelőtt, ugye azt választották be a top 3 legszebb találatba, és Jevgenyi Mózer ugyanazt eladja, csak a másik kapunál. Brilliáns megoldás az orosztól. Galoha. Bele lövi Sáriba. Újabb lövő helyzet, gól! Mózer duplázik rövid időn belül. Hagyták, hogy beforduljon kapuval szemben, és a házi gólkirály tovább növeli a csapata és saját maga előnyét is. Galoha, Culigin, szép játék eddig. Éles a szög, Sági véd, Mózer. Stenson megint, jó, micsoda gól! Kapuvassal együtt a hálóban a korong. A svéd védő megvillan, ugye pont egy héttel ezelőtt ő mondta a felvezetőben, hogy a védőknek is jobban kell támogatni a csatárokat, a támadásokat. Ezt most hibátlanul hozza. Megérkezik Kreisz a túloldalt. Stenson. Az a remek átadás. Ott a lövés, gól! Bucskén! Szemkápráztató akció, és megvan a negyedik hazai gól. Stensont kell a forintos pakkért dicsérni, és Bucskint is a megoldásért. Ezt kegyetlenül felvarta a fehér orosz a hosszúba. Hú, de kellett ez a közbeszúrás Mihalik Andrástól, és ezzel pedig most megindul a csatár egyedül. Gyönyörű a csel, ott van még, lehet aztán befejezni. Ó, micsoda lehetőség, ott a következő gól! Novotny! Hát azt gondolom, hogy nem fog megsértődni a cseh, ha azt mondom, hogy Mihalik András ezt már megérdemelte volna, hogy belője. Sági óriási bravúrral védett, a kipattanóra viszont már nem volt ereje. És Dominik Novotny, mondhatjuk, hogy folytatja jó szokását. Hátba találta Bucskint, így lesz jó. Sági fogta a rövidet. Aztán elhagyják Jensenék, távoli bomba. Bucskint, ott a következő, a kipattanóra nem tudtak figyelni a vendégek. Ez egy nagyon gyors és okos lereagálás volt, és ott a 6. Bucskin lövése ugye nagyon magasan szállt, és a kipattanóra pedig hirtelen ott termett Galoha. Pénteken majd a BAHC-hez látogat a Deac, a dunaújvárosi acélbikák pedig majd otthon javíthatnak.